A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkra két témával készültünk. Bemutatunk Önöknek egy fehérvári külföldön élő kolbászkészítő férfit, és foglalkozunk a magas vérnyomással. Tartsanak velünk! Talán többeknek megfordult már a fejében, hogy magyar ízekkel külföldön próbálnak szerencsét. Mindez sikerült egy fehérvári fiatalnak, aki Finnországban évek óta sikeresen működteti kolbász üzletét. Igazi sikertörténetet tudhat magáénak egy magyar fiatal, aki több évvel ezelőtt indult Helsinkibe szerencsét próbálni. Virisics Ferenc elmesélte stábunknak, hogy a kezdeti nehézségek után rálelt saját útjára. Érdekes módon én nem úgy döntöttem, hogy kiviszem ezt a kolbászos dolgot, mert én igazából biológusként mentem ki Helsinkibe, és én amikor a Helsinki Egyetemen munkanélkülivé váltam egy kis pillanatnyi megingás miatt, anyagi problémák, a gasztronómia irányába fordultam. Mindezt pedig kitöltötte Ferenc mindennapjait, amikor csak tehette, bátran kísérletezett a főzésnél. Nekem a munkanélküliségem során volt egy csomó időm enni, főzni, vendégeket látni, meg elmélyedni egy kicsit a gasztronómiába, és lényegében azt az energiát, amit nem tudtam a munkával eltölteni, mert várnom kellett a pályázatokra, hogy nyerek vagy nem nyerek, én azt így beleöntöttem így a gasztronómiába. Meg is lett az eredmény. Feriék egyedülálló üzletet tudhatnak magukénak az országban. Ennek lett a vége az, hogy házilag készítettünk kolbászokat, ami nagyon tetszett a környékbeli embereknek, ismerősöknek, családtagoknak, és lényegében innen burjánzott tovább ez az egész, és eljutottunk oda, hogy most már boltunk van Helsinkiben. Virisics Ferenc kolbászai igazi hírnévre tettek szert a finnek körében. Megtudtuk azt is, hogy a Sausage & Beer Shop tulajdonosa miben látja ennek titkát. A mi szuper erőnk az volt, hogy húsból készítettük a kolbászt, és ez egy óriási reveláció volt a finnek számára, hogy nem ipari melléktermékből, illetve lisztből és különböző más oda nem való anyagokból készülnek a kolbászok, hanem húsból és értelmezhető alapanyagokból gyártjuk ezeket. Ezáltal nagyon tiszta ízeket hozunk létre. És ez most talán furcsán hangzik, de az, amit valakinek a nagypapája valahol vidéken legyárt, mint klasszik falusi kolbász, na az az ízvilág vissza tud jönni Helsinkibe általunk, meg azon kívül más nemzetek kolbászait is hozzuk, és a finnek, illetve az ott élő külföldiek nagyon-nagyon nagy lelkesedéssel fogadják, hogy azokat az ízeket kapják, amiket mondjuk egy utazás során megtapasztaltak Toszkánában, vagy Londonban, vagy bárhol a világon, mert mi bármit meg tudunk csinálni igazából. Az üzletben tehát mindenki megtalálhatja a számítását, és kiválaszthatja a neki leginkább tetsző ízvilágot. De hogy melyik is lett a kedvenc? A bestseller kolbász nálunk az olasz típusú kolbász. Ez egy sertéskolbász, amiben vörösbort keversz, fokhagymát, édeskömény magot, sót és borsot, és ezt úgy szokták fogyasztani általában, hogy a kolbászból így kinyomják, így a bélből kinyomja a húst, mint egy ilyen kis húslabdákat nyomsz ki, bele mondjuk a spagetti szószba, és akkor ezt főzöd össze mondjuk egy ilyen paradicsomos szószba, és akkor ezt teszed tésztával, és nagyon ízletes. Feri szerint kolbászt készíteni egyszerű, a legfőbb hangsúly annak ízesítésén van. Fogod a húst, összekevered a sóval és a fűszerekkel, betöltöd bélbe, és voilà, kész a kolbász. De természetesen a részletekben lakozik a kis ördög. Nagyon jó minőségű finnországi húsokat használunk, akár rénszarvas, akár jávorszarvas, fehér farkuszarvas, sertés, birka, szarvasmarha, tehát nagyon-nagyon sok, tehát minden, ami mozog és négy lábú, abból kolbászt tudunk gyártani.
és a magas minőségi alapanyagok kellenek. Na most nem feltétlenül minden vállalkozó vállalja, hogy francia bort vagy olasz bort tegyen a kolbászába, vagy eredeti habanero chilit keverjen bele, hanem próbálják olcsóbban megúszni. Ferenc elmondta, hogy habár egy időre bezárták üzletüket, vannak tervek, és sikerült támogató partnert találni, akinek köszönhetően elindulhat egy nagyobb beruházás. A fiatal séf azt mondja, semmi sem állhat az útjába annak, hogy több kolbászt gyártsanak, mint eddig. Ismét a stúdióban köszöntöm Mosolygó Éva házi orvost. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Egy nagyon fontos témáról fogunk beszélgetni a mai nap, a magas vérnyomásról. Ami azt gondolom, hogy a manapság már nem csak az időseket érinti, hanem a fiatalabb korosztályt is. Beszéljünk majd egy picit erről, hogy kiket érinthet, de egy picit mielőtt még belemegyünk a beszélgetésbe, szerintem határozzuk meg, hogy mi az, hogy magas vérnyomás. Egyetértek azzal, amit mondtál. Azért is, mert hogy ha valaki ezzel találkozik, hogy ő egy magas vérnyomásos ember lett, mert magas vérnyomást mértek neki, akkor nagyon fontos, hogy egyszer megértse, hogy belegondoljon, hogy ez mit jelent, és mi zajlik a szervezetében. Mert én azt tapasztalom, hogy különben félrecsúszik ez az egész, és nem lesz elég gondos, és nem lesz elég odafigyelő, holott az élete hossza múlik rajta. Azt nevezzük magas vérnyomásnak, hogyha lenne egy varázserőm, és most átlátszóvá tennénk a bőrünket, borzalmas látvány lenne, de azt látnánk, hogy behálózza, mint egy útrendszer a testünket, úgy szoktuk ábrán ábrázolni, hogy egy piros és egy kék útrendszer, mint egy kis faágacska eláraz, vagy hívhatjuk csővezetékrendszernek, a szívtől indulva jön a piros csőrendszer, amiben az oxigéndús vér van, mert az a tüdőn keresztül jött, és a szív hajtja a szervezet minden apró pici részébe, úgy, hogy egyre több ágra szétágazódik. És utána a visszafelé vezető ágon, ami a vért összeszedi a sejtektől, és visszavezeti a tüdőbe és a szívbe a két vérkörrel, az pedig kékkel szoktuk ábrázolni, azért, mert az már egy oxigénszegény, az már felhasznált oxigént utáni vért visz, és ez a mozgás, ez a keringés a testünkben folyamatosan megy. Benne, ahhoz, hogy ezek az erek nyitva legyenek, és megfelelő ütemben ez a szállítás folyamatosan menjen, történjen, ehhez kell egy elegendő nyomás. Sem túl nagy, sem túl alacsony. Van annak egy optimális sávja, amiben ez a nyomás zajlódjon. Kevesen tudják azt is, hogy mit jelent az első érték, a második érték, biztosan hallja mindenki, amikor megmérjük, hogy 120/80 higanymilliméter, az a mértékegysége. Ez azt jelenti, az első érték azt jelenti, hogy az érpályán belül lüktető keringésben, az érpályán belül mérhető nyomásnak a legnagyobbika, ez úgy jön létre, akkor jön létre, amikor a bal kamra kilöki azt a kamrányi vérmennyiséget a keringésbe, és akkor érthető módon megemelkedik kicsit az érrendszerben a nyomás, és amikor egy pillanatig csak, amíg telődik a szív, akkor lezuhan kicsit a vérnyomás, az a második érték, ezt úgy hívjuk, hogy diasztolés érték. És e között, a két érték között pulzál a nyomás az érrendszerben. Ez azért nagyon fontos, mert ahogyan mondtad, úgy is hívjuk, hogy a magas vérnyomás az népbetegség. Magyarországon az embereknek körülbelül 30%-a, és valóban az életkor előre haladtával egyre nagyobb arányban magas vérnyomásosak az emberek, és ez a vezető halál ok. A szív-érrendszeri betegségek között a legnagyobb számban előforduló betegség, és egyre több fiatalnál is tapasztaljuk valóban. És azért fontos ezt megérteni, hogy ez a keringés, ez normális nyomáson zajlódjon, mert ahogyan mondtam, az egész testünket behálózza, és olyan sokrétű feladata van, hogy ez a vér viszi az oxigént, a tápanyagokat, a hormonokat, az enzimeket, a mirigyek oda a vérbe nyomják bele a terméküket. Szóval igazából az élet a testünkben, ha ezt láthatnánk, folyamatosan nagyon nagy üzemben zajlik. És ez ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, és minden szervhez normális nyomással ott
a diffundálás, az átjutás az érfalon, a legkisebb recskéknél, ami már csak egyetlen egy sejtsor, a picike kapillárisokon, ott az érfalon is jó minőségben tudjon a jövés menés zajlani, ahhoz egy jó nyomás kell. Ha túl alacsony, bár orvosi értelemben ez nagyon-nagyon ritkán okoz problémát, inkább csak akut átmeneti időkben, de leginkább a problémát a túl nagy nyomás okozza. Egyrészt azért, mert minden szervet érintően romlanak a szerv folyamatok, másrészt azért, mert a szív, ami az egésznek a motorja és hajtja-hajtja, az kimerül idő előtt. És az is biztosan ismerős szó, hogy szív elégtelenség, hogyha belegondolunk, az a szívünk egész életünkben nem áll meg, folyamatosan dolgozik, és az optimális munkát, az optimális teljesítményt akkor tudja leadni, ha ez normális nyomáson zajlik. Ha valaki azt mondja ilyen felelőtlen, vagy mondjuk úgy, hogy meggondolatlan módon, hogy jó, nekem mindig magas volt, apámnak is, nagyanyámnak is mindig magas volt a vérnyomása, és nem törődik azzal, hogy a szívére milyen munkát hárít, akkor az az ember hamarabb fog meghalni, mert kimeríti a szívét, akkor a szívének az életideje rövidebb lesz, mint amennyi ideig élhetne egyébként. No, ez nagyon szép, kerek magyarázat volt. Több kérdés is felmerült bennem most ezzel kapcsolatban, mert ugye mondod, akkor ha most jól értem, akkor ugye 120/80 az a normál érték. Vagy mondjuk tisztázzuk akkor először, és akkor utána teszem fel a kérdésemet, hogy mi az, ami normálisnak számít, meddig, mi a magas, és mi az alacsony? Nagyon jó. Az első érték az 100 és 140 között optimális, bár hozzá kell, hogy tegyem, hogy az új európai irányelveknek megfelelően bizonyos betegségben szigorodnak a célértékek, és most már az is egy újdonsága a tudománynak, mindig új irányelveket adnak ki a magas vérnyomás kezelésével, egyáltalán a hozzáállásunkkal kapcsolatban új szemléletet követünk most már, és az a szemlélet, hogy például cukorbetegségben, az anyagcserénket megterhelő egyéb betegségekben szigorúbb határérték, 130 már a célérték, és nem is sávokat, hanem célértéket határoznak meg, és már látjuk a kardiológusoktól, hogy egyénre szabott célértékeket mondanak. De mondjuk egy egyéb betegséggel, egyéb problémával nem terhelt emberben a célérték az első érték 100 és 140 között kell, hogy legyen, a másik érték, a második érték pedig 60 és 90 között a diasztolis érték. Tehát ez az a sáv, amin belül mozoghat, és egyébként mozog is, napszaktól, időjárástól, edzettségi állapottól, testhelyzettől függően, ha lefekszem és ha felállok, de csak ebben a sávban mozoghat, és akkor optimálisan dolgozik a szívünk. Nekem ez egy picit furcsaság van ebben, mert hogy szokták mondani, hogy például egy-egy fogyókúrát ne vegyen mindenki az előírt mértékben magára, mert hogy a szervezete, illetve a testmagassága, testsúlya más minden embernek. Na most nekem azért most felvetődött a kérdés, hogy ehhez hasonlóan például a 120/80 vagy a 140-ig terjedő, ezek nem függenek testalkattól, testmagasságtól, testsúlytól? Függenek, de visszafelé. Értem, amit mondasz, és olyan jó, hogy felhoztad, mert még mindig találkozom, a régebbi kornak volt az a szemlélete, hogy ahogyan egyre idősebb emberekkel beszéltünk, az idősebb embernek már lehet magasabb a vérnyomása. Nem lehet, csak szokott. Mivel az érrendszernek a rigiditása nő, ez azt jelenti, hogy merevebb, sajnos az érelmeszesedés révén egyre merevebb az érrendszerünk, és nem tud utána engedni amit mondtam is, hogy különböző helyzetekhez alkalmazkodni, az érrendszernek a fala nem tud már, és a rigid érrendszer sajnos az életkor előre haladtával egyre magasabb vérnyomást eredményez, de ez nem jelenti azt, hogy ez a jó. Egyáltalán nem kell ezt elfogadnunk, régebben elfogadták, sőt, még így számoltak is, hogy ki hány éves és mennyi vérnyomás megengedett. Nem, ez a célérték, ez az életkor előre haladtával nem enyhül, és a testsúly egyre nagyobb testsúlyjal nem egyre nagyobb, ellenkezőleg egyre szigorúbbak vagyunk, mert hogy az már egy túlsúly, az egy plusz rizikófaktor. És a magas vérnyomás kezelésénél is van egy nagyon klassz táblázatunk, nem tudom, hogy mutogatják-e a kollégák elegendő számban, én szoktam, egy score táblázat,
amiben a rizikófaktorok felmérésekor meg tudom mutatni, nagyon látványos és nagyon hatékony ennél fogva, hogy kinek mekkora rizikója van, meg lehet abszolút értelemben satszolni, hogy a következő 10 évben mekkora esélye van a fatális végkimenetelű szívérendszeri eseménynek. Az azt jelenti, hogy egy akár halálosra is várható sztróknak, szívinfarktusnak mekkora a rizikója. De ahhoz az kell, hogy a vérnyomással kezelteket, gondozottak betegeinket minden évben tudatosan beillesszük a táblázatba, és mérjük fel a rizikóit. Ahhoz, hogy jól tudjunk hozzáállni, hogy okosan tudjunk tervezni, ahhoz látnunk kell a testsúlyát, a vérnyomását, a vércukorértékeit, a koleszterin paneljét, a húgysav szintjét, azokat a rizikókat, amikből tudunk satszolni, hogy mennyire kell szigorúan megcélozni egy-egy értéket, amin kell, hogy működjön, és az adott ember kell, hogy élje az életét. Akkor ha már a rizikókról beszéltünk, akkor beszéljünk arról is, hogy mik okozhatják egyébként. Ugye most, hogy mondtad például a testsúly, azért az jelentősen hozzájárulhat, mondjuk, hogyha valaki elhízott, igen, hogy magas vérnyomással alakuljon ki. Ha annyit kérdezel, hogy mi okozza a magas vérnyomást, akkor az egy nagyon nehéz kérdés. Az eseteknek csak nagyon kicsi százalékában derül fény, olyan mondjuk vese ér betegségre, vagy vesebetegségre, ami másodlagosan okoz magas vérnyomást. Alapvetően a legtöbb magas vérnyomásos betegnél nem tudjuk megmondani az okát, úgy is hívjuk, hogy eszenciális hipertónia, nem egyértelműen meghatározó. De mindegy is, hogy mi okozza, mert minden áron el kell érnünk, hogy jó vérnyomással éljen minden ember, mert akkor tudja kiteljesíteni az élet hosszát, ami neki adatik. Jó, akkor most még beszéljünk arról, hogy ha valaki tüneteket tapasztal magán, vagy nehogy Isten, véletlenül a házi orvosnál derül ki, hogy neki magas a vérnyomása, nyilván akkor többször egymás után mérni kell. Picit beszéljünk arról, hogy mi ilyenkor a protokoll, hogy derül fény arra, hogy tényleg valóban egy magas vérnyomás betegségről van szó, és ilyenkor azt tudom saját példámból, mert én is szenvedek sajnos ebben a betegségben, hogy ilyenkor egy hosszas kivizsgálási folyamat kezdődik, nyilván azért, hogy megállapítsák, hogy vajon mi okozhatja. Igen. Mi vár ilyenkor a páciensre? Helyesen, látszik, hogy profi vagy már ebben, helyesen mondtad. Először is sok mérés kell ahhoz. Az abszolút optimális az lenne, ha egy 24 órás monitor fölkerülhetne, ami tőlünk függetlenül minden betegre, a tőlünk függetlenül méri a különböző testhelyzetekben, élethelyzetekben a vérnyomást, és erről egy jó kis ábrát kapunk. Az alapján már meg tudjuk állapítani, hogy valóban magas vérnyomásos betegről van ez szó, vagy csak egy-egy egyszeri kiugrás lehetett az, amit mértünk. De ezt le tudjuk utánozni egyszerűen egy vérnyomásmérővel is. Én azt szoktam kérni a betegeimtől, hogy monitorozzok úgy, hogy reggel délben este mérje a vérnyomást, és készítsünk ebből egy táblázatot. Ebből is lehet látni, hogy valóban sok rossz értéke van, ami a normál érték fölött van, és annak van-e valamiféle jellegzetessége. Ha ezzel megvagyunk, és közben elindul egy olyan megbeszélés, kivizsgálás, hogy ha egyébként más, mindig hozzáteszem, hogy más kísérőbetegség által nem terhelt embernél, van-e olyan a háttérben, aminek csak egy jele, a kiugró vérnyomás, van-e olyan szívbetegsége, van-e olyan hasi elváltozása, olyan vesebetegség, ami kiváltotta ezt. Szóval ezeket végig kell zongorázni, nagy laborral, szemésszel. A szemorvosi vizsgálat is azért fontos, mert a funduson hátul a pupillán keresztül benézve lehet látni az erek állapotát, és ott a szemész kollégák olyan szépen tudják nekünk információt, tudnak arról információt adni, hogy régi magas vérnyomásról van ez szó, és esetleg nem felfedezett, mert annak már van értünete. Vagy tudjuk majd monitorozni évek során, ezt minden évben meg kell ismételni, a laborvizsgálatot is, a szemészeti vizsgálatot is, hogy tudjuk követni a dolgok alakulását, hogy jól csináljuk-e a dolgunkat, és együtt az orvos is a beteg, vagy az orvos is a magas vérnyomásos ember jól csinálja a dolgát, mert hogyha szépen kordában tartjuk, és mesterségesen gyógyszerekkel normál értéken tartjuk, akkor teljesen egyenértékű életet lehet élni egy egyébként nem magas vérnyomásos emberrel. Ha valaki belecsöppen ebbe a betegségbe, mint például én, vagy bárki, bármilyen korban, akkor ugye elindul egy gyógyszeres kezelés. Milyen lehetőségek vannak ma erre? Mennyire hatékonyak? Mennyire kell élethosszig szedni? Ezek szerintem nagyon fontos kérdések, mert ugye egy viszonylag fiatal ember
akinél magas vérnyomást tapasztalnak, az szerintem megijedett, hogy most tényleg nekem egész életem végig gyógyszereket kell szednem emiatt. Szinte és hogy meddig megijed. Kell mérni állandóan. Igen, ez is azért is nagyon jó kérdés, mert ezzel mindig találkozunk. Nagyon rossz azt tudomásolni, nagyon nehéz, hogy én most már amíg élek, szedjek gyógyszert. De ha tudom, hogy enélkül mi várna rám, és hogy tünetmentesen kell azokat a dolgokat megtenni, hogy 10 év múlva ne legyen olyan fokú érelmeszesedésem, ami még tovább fogja rontani, és belekerülök egy spirálba, és nem fogok olyan sokáig élni, vagy szívelégtelenséggel is. Lihegni fogok a lépcsőn, amikor már később beavatkozni. De hogy mi mindent tudok megelőzni azzal, hogy gyógyszert szedek, akár egész életemen át, akkor tudok helyesen mérlegelni, mert jó döntéseket, megfelelő információk birtokában tudunk hozni. És szinte mindig, én szoktam egy olyan életutat felvázolni az embereknek, akivel szemben ülök, és akivel együtt megtervezzük a magas vérnyomása kezelését, hogy mi történhet így, és mi történhet úgy. Nagy valószínűséggel, akinek a genetikájában ez megvan írva, annak egész életében gyógyszert kell szedni. Ha esetleg olyan betegnél észlelek magas vérnyomás, bizonyosodik be, hogy igen, ő magas vérnyomás beteg, akinél jócskán van keresnivalója a súlycsökkentésnek, egy 120-130 kilós embernek, ha ezt ügyesen csinálja, és 10 kilót mondjuk sikerül egy életmódváltással leadni, akkor ott szokott egy 10 millimétert már csak a testsúlycsökkentés engedni, és ott esetleg lehet helye annak, hogy meg lehet próbálkozni gyógyszercsökkentéssel, gyógyszerelhagyással, de azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb magas vérnyomásos betegnél egész életére szóló gyógyszeres kezelésre kell berendezkedni. Ami önmagában nem baj, mert ma már óriási a paletta a magas vérnyomás kezelésében, nagyon sokféle hatóanyag van a piacon, nagyon friss információt hozok, új Európai Uniós irányelv, a magas vérnyomás kezelésében, mert hogy vannak ilyen protokolljaink, hogy nagyon jól tudjuk úgy kombinálni a hatóanyagokat, hogy icipici mennyiségekkel nagyon-nagyon hatékonyan tudunk vérnyomást csökkenteni, nem kell nagy mennyiségekkel bombázni a szervezetet, okosan, kombinációkban nagyon jó eredményt tudunk elérni. Még egy fontos kérdés szerintem, hogy azért a megelőzés, illetve hát ha nem is tudtuk megelőzni, de azért az életmódváltás azért egy fontos dolog, nem csak a gyógyszerek. 50%, vagy hát mindegy, és nem kell számot mondanunk, nem csak a gyógyszeres kezelés, még talán az a könnyebb, hanem az életmód, a dohányzás elhagyása, az alkoholfogyasztás mérséklése egy kulturált szintre, az étrend, szívbarát étrend megszokása, beépítése, hogy szokásunká váljon. Nem éhezés, hanem hogy egy kulturált, szívbarát módon álljunk az ételek választásához. Finoman, derűvel és élményekkel étel, akik szeretnek enni, azoknak ez nagyon-nagyon fontos momentum, hogy elmondjam, hogy nem kell szenvedniük, csak hogy az összetételen változtassunk finoman együtt, és amikor látjuk az elért eredményeket, akkor az megerősödik. Lassan, szépen lehet haladni ezen az úton is, és egy nagyon-nagyon fontos mozgásbeépítése az életünkbe. Nem szenvedősen, nem sportmennyiségben, hanem hogy ha csak annyit megért mindenki, aki ezzel küzd, hogy az ütemes mozgás, az ütemes gyaloglás, vagy valami, amit nagyon szeret csinálni, picike mennyiségekben, de rendszeresen, élhetően. Tehát nem úgy, hogy most belefogok és órákon át futok, mert abba bele fog fáradni, vagy hogyha valaki nem is szeret futni, hanem hogy megtalálja erős séták, azt is ugyanúgy beleépíteni, mint ahogyan a szívbarát étrendet az életünkbe, és előbb-utóbb elfeledkezünk róla, csak része. Sőt, már vágyni fogunk rá, hogy ma még nem is voltam kint, és egy kicsit megyek, ütemesen 15 percet gyaloglak minden nap. Ez kellemessé tud válni, nem szenvedőssé, és ha abba gondolok, hogy ahogyan gyaloglok az izmaimmal, ahogyan a vádlimban minden lépésnél összehúzódik a vádlizomzata, az egy értorna. És összehúzódnak az erek, amik bele vannak ágyazva az izmokba, és azzal így tornáztatom az eret, és segítem a vér visszaáramlását a szív felé, a legtöbb, amit tehetünk a mozgásbeépítésre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, szerintem ma is sokat tanulhattunk tőled, és hát a fontos üzenet a nézőknek, hogy igenis figyeljenek oda már az első jelekre is, és menjenek orvoshoz, hogy minél tovább élhessenek.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Ez volt már az Együtt magazin. Kellemes pihenést kívánunk Önöknek. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.